Sziasztok! Ma is fényekről fogunk beszélni, de nem is akármilyenről, ugyanis a cső LED fényekről, tube lights angolul, és ma konkrétan a Digital Photonak a Chameleon 120 centis RGB tube cső fényét fogjuk átbeszélni. Elmondom azt, hogy milyen helyzetekben érdemes használni, miért tartom ezt egy nagyon jó árértékarányú cuccnak, minden specifikációt is, de először jöjjön az intro, kezdjük el! Mielőtt belevágunk a specifikációba, szeretném elmondani, hogy a Digital Photo küldte nekem ezeket a fényeket, de nem szólnak bele egyáltalán abba, hogy mit mondok a review-ba, akkor fogják látni a videót, amikor ti is látjátok, és tehát bármit mondatok, hiszen magyarul mondom. Na de menjünk bele a specifikációba. Ahogy mondtam, ugye ez egy RGB LED, tehát bármilyen színt bele lehet rakni, viszont amikor ugye a fehérre megyünk, és hogy hány Kelvin, mennyire színhelyes, ez egy nagyon fontos kérdés. Nos, hát 2800-tól 9999 Kelvinig lehet ezt állítani, ami baromi jó, és maga az a csomagolás, amiben érkezik, van hozzá egy táska, kiegészítők, nem sok kiegészítő, de nyilván tudod tölteni, elég hosszú a kábel, tehát hogyha mondjuk egy olyan esetben, szenárióban használod, ahol nem akarsz csak a beépített akkumulátorra hagyatkozni, ezt is meg tudod tenni, de az akkumulátor amúgy nagyon jó, teljes fényerővel egy olyan másfél-két órát bír, de ahogy vesszük lejjebb, mondjuk nem feltétlen kell tényleg, mert nagyon-nagyon erős fényt ad teljesen használni, mondjuk egy 60-70-80%-on is már 4 órát elbír, és 10-20%-on meg még tovább bírja, és ahogy mondtam, még mindig ott van, hogy bármikor áramra is köthetjük. Ami még benne van a csomagban, az két egy ilyen bracket, egy ilyen rá csatolható kis klip, amivel rögzíthetjük állványra, vagy más ilyen standekre, seed standre, és ugye ezáltal mind horizontálisan, vertikálisan is rá lehet rakni. Egy bajom amúgy van a ilyen csatlakoztatókkal, hogy ami után benne van, ki szeretnéd szedni, olyan szorosan van, hogy nagyon erősen kell kihúzni, és nyilván fél az ember, hogy nehogy valami baj történjen magában a fénnyel. Ezt talán jobban meg lehetne csinálni, ahogyan amúgy a hozzátartozó alkalmazást is. Ugye a múlt heti videóm, ha nem láttátok, az Aputure-nek a B7C kis villanykörtéjéről szól, és ugye az Aputure-nek a side projektje a Sidus Link, side az oldal, tehát ilyen vicces kis, na jó, nem annyira vicces szójáték, de a lényeg, hogy az az alkalmazás gyönyörű, zseniális, egyszerű használni, hát itt így Bluetooth-szal csatlakozol, és egy ilyen borzasztóan összetákolt alkalmazás van, és nem is tudsz benne mindent csinálni, például, hogyha effektek, mert nyilván ilyen RGB fényeknek szoktak lenni effektjei, tűz, tévé, ilyen flikkelés, rendőrautó, és például a rendőrautó nincs is benne ebbe az alkalmazásba, nehéz használni, viszont ha már nem használjuk az alkalmazást, mert nem olyan jó, ami viszont pozitív, hogy minden rá van írva magára a csőre, és akkor megnézhetjük, hogy mit szeretnénk beállítani. Van az egyik végén egy bekapcsoló gomb, egyből bekapcsol, és a másik oldalán pedig van kettő egy ilyen kis tekerő, az egyikkel az erősséget tudjuk állítani, a másikban pedig a fényt, nyilván ha CCT módban vagyunk, hogy milyen Kelvint szeretnénk, hogyha pedig átmegyünk arra, hogy milyen színeket használjunk, akkor pedig a színt tudjuk beállítani benne, és így rá tudunk nyomni, azzal fixáljuk, és van a mód gomb, amivel meg a három módon kvázi át tudunk menni, ugye az, hogy milyen Kelvinnel legyen, hogyha fehérre, CCT-re megyünk, hogyha valamilyen konstant szín, mint most is a háttérben látjátok, úgy szeretnénk, vagy pedig, hogyha effekteket szeretnénk használni. Amúgy az effektekre egy pozitívum, hogy vannak olyanok, hogy csak a nem a teljes, ugye ez egy 120 cm-es tube, nem a teljeset használja ki, hanem mondjuk csak az egyik oldalát, vagy átmegy, ami ilyen nagyon jó hatást ad, ezt más ilyen tube light-oknál nem láttam. És amiről még érdemes beszélni az az, hogy ez kinek való, milyen felhasználási területen van
értelme mondjuk beruháznunk egy ilyenre, és egyáltalán milyen méretre, mert ugye, ahogy mondtam, ez 120 centis, 4 láb hosszú, de van 60 centis, és van kisebb egy ilyen 25-30 centis. A digital fotónak vannak az ilyen hosszúból olyan verzió is, ami vízállóak, ez nem vízálló, viszont a legkisebb vízálló, tehát hogyha már a felhasználásokról beszélünk, akkor például, ha egy akváriumot szeretnénk megvilágítani, mert mondjuk termékfotózás, videózással dolgozunk, akkor a másik verziót, a P120, P60-at akár konkrétan berakhatjuk az akváriumba, de ezt is, hogyha fölé rakjuk, vagy az oldalába, nagyon durván sok fényt ad, tehát bőven elegendő ez is, és nagyon jó, és hogyha az árértékről beszélünk, ugye más márkák, például a Nenlite, vagy a Quasar Science, ami ilyennel foglalkozik, jóval drágább. A 60 centis az 225 euró, a 120 centis pedig 295 euróba kerül, ehhez képest a Nenlite a 100-150 euróval drágább, a Quasar Science meg 500 euróval drágább, tehát a nap végén azt kell nekünk eldöntenünk, hogy amilyen büdzsénk van, abból mit szeretnénk kihozni, hogyha mondjuk egy Quasar Science-ből vennénk 220 centis ilyen tube fényt, abból 4-5-6 darabot is vehetünk a digital fotóból. És amikor ott vagyunk egy szetten, senki sem fogod önni, hogy látom, ez nem Quasar Science, és amúgy nagyon jól van építve, pár külföldi review-ban mondták, hogy így, ha így megrázzuk, akkor valami így mozog benne, aminek nem kéne, lehet, hogy ez már egy későbbi verzió, de én semmilyen mozgást nem találtam benne. Nagyon jól működik, megbízható, színhelyes, könnyen be lehet állítani a gombokkal a dolgokat, úgyhogy szerintem ez árérték arányban valóban a legjobb fény. Na és akkor beszéljünk arról, hogy hol lehet használni, akár fotózásnál, és ha egy ilyen moody, mondjuk egy ilyen agresszív, edző vagy sportos fotót, videót szeretnénk készíteni, akkor mondjuk tudunk egy olyan három fényes setupot csinálni, hogy két oldalt van a LED fény, ugye a cső, és velünk szemben egy softboxal egy fő fény, de az is viszonylag kis fénnyel van, és akkor egy ilyen nagyon erős kontraszttal ki tudnak jönni az oldalfények, és amikor egy sportklubnak dolgozunk, és vannak kifejezetten színei, mondjuk én a Vasasban röplabdáztam piros-kék, akkor be tudjuk pontosan arra a piros és kékre állítani a fényeket, és akkor az még egy ilyen brandhez, ugye én brandinggel is foglalkozom, írtam egy könyvet, a HVG adta ki, amúgy erről vlogoltam, és ide kattint, ha megnézheted. Ezek nagyon sokat számítanak, és erre is lehet ezeket használni. A másik, hogyha mondjuk csinálunk ilyen YouTube videókat, hát nagyon királyul néz ki a háttérbe, és annyi YouTuber használt ilyet, és nekem mindig vágyam volt, hogy legyen ilyen, most megvalósult, és ahogy dolgozunk, mondjuk valamilyen helyszínen vagyunk, például egy bárban, egy koktélkészítős videónál, nagyon jól meg tudjuk világítani a bárpultot, ahol mondjuk fel vannak rakva a különböző üvegek, amilyen márkával, vagy amilyen színű koktélt csinálunk, annak a stílusát használhatjuk, olyan színeket állítunk be a fénynek, ha mondjuk van jég oda, meg mondjuk egy ilyen hideg, kékes megvilágítást adhatunk a jégnek, amitől így egyszerűen ki fog robbanni az egész képből, és sokkal egyszerűbb ezt használni, mint bármi mást igazából. Úgyhogy ezek a felhasználások. Összefoglalásul azt mondanám, hogy illetve mielőtt még az összefoglalásra megyünk, beszéljünk egy picit a negatívumokról, ami igazából az, hogy vannak egy ilyen kis kötelek, amik jönnek hozzá, amivel fel tudjuk akasztani, és ez nyilván be tud csatlakozni nyilván az elején és a végén, viszont az a rész, ami amúgy egyrészről, hogyha mondjuk leesne, arra egy ilyen biztonság, egy protekciót ad, de érdekes módon, amikkel ugye be tudjuk állítani a színeket, azok a kis csavarónábok, azok magasabban vannak, tehát előbb azok fognak ütközni, és ezért lentebb van, ahogy be tudjuk fűzni az akasztót, és ezáltal, hogyha mondjuk felakasztjuk, lehet, hogy már be van állítva a fény, hogy milyen erős legyen, hogy milyen színű legyen, de ahogy lóg, ez eltekerheti a tekerőket, ami szerintem egy ilyen, miért nem gondoltátok át, csak magasabbra kell rakni, jobban véd az eséstől, és könnyebben tudnánk felakasztani, nem menne át ugye el másfelé a csavaró. A másik pedig, hogy az, amivel jön ez amivel rá lehet rakni állványokra, az nagyon szoros.
és hiába szoros és nehéz kivenni a magát ezt a csőt, és lehet, hogy félünk, hogy megsértjük. Másrészt, amikor felrakjuk nyilván horizontálisan, vagy fixen vertikálisan, jól működik, de ha valamilyen szögbe szeretnénk felrakni, akkor meg lehet, hogy elcsúszik, vagy lecsúszik, ami inkább egy ilyen gagyib kínai verzió, de hogyha erre odafigyelünk, akkor semmi gondunk nem lesz ezzel, és ahogy mondtam, árértékarányban szerintem ez most az egyik legjobb, ami a piacon elérhető. Ha van egy főfényünk, ami engem is megvilágít, ugye én szeretem ezt a moody vonalat, hogy itt világosabb az arcom, itt pedig sötétebb, de használok. Ugye ezt is bemutattam már, itt van egy videó a New Earth-nek, ezek is RGB fényeit ad egy jó 3D-s kontrasztot, háttérbe használom, hogy szint adjon a hátteremnek, és ezek a gagyi amazonos kör ledjei mellé, annyira jól néz ki ez a cső, nagyon sokféleképpen lehet használni, én ajánlom. Link a leírásban, amúgy affiliate link, tehát hogyha ezen keresztül vesztek ezzel, nekem is segítetek. Meg hát azzal is, hogyha végignéztétek a videót, és tetszett, és feliratkoztok, benyomjátok a csengőt is, mert nagyon sok behind the scenes forgatásokra viszlek el titeket, beszélek arról, hogy mint vállalkozó, mint egy videós freelancer, hogyan érvényesülj, milyen eszközöket használj, vágási trippek, trükkök, trippek? De mégis trippek is lesznek, mert elmegyünk ide-oda. Szoktam amúgy utazásokat is felvenni, de tippek, trükkök lesznek benne. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, remélem tetszett a videó, ha nem, köszönöm, hogy megnézted. De remélem, hogy találkozunk a következőben. Szia! Sziasztok!